Kati Bálint. Lakásom Szentes, volt Honvéd utca, jelenleg Kádár Sándor utca 125 szám. Én, mint öreg, kubikos, 1960. december 30-al lettem nyugdíjba kényszerítve, csak itthon a háztartás körül végezem az asszonyi teendőket. 1910-ben Belgrádba a Kupcsinál szendvíz csatornáztuk lefelé. Vettem egy rákbocskort. Ott az egyetemdőnél tovább tapostam, még mikor 14-ben bevonultam katonának, feltettem a pallásra, hazagyittem még 23-ban, még akkor mindig használtam a bocskort. 1907-ben kezdtem lettem vándorló ember. Legelőször Heves megye Tarnabódon. Utána jöttek azt a Tegel-Putnoki vasút 908-ba. Stb. Így ment az élet, mindaddig aztán még megint rendes vágásba megmarkolhattam a kubikus taicskának a szarvát. 11-ben a Hortobágyi puszta csatornázáson, ott kint laktunk a pusztába. Nyújtam egy barakba, a barak négy tagú állt. Két vége, két oldala, ott hiszen volt a lakás. Este aztán ott a pásztorokkal zsarátoltunk, a tűz mellett szalonnasütés, beszélgetés, ki mit tudott, stb. Azt mondja az egyik csikós, hogy nem szoktunk bort inni. Innan ki, de hát még szemmel se látjuk a csárdát, nem ahogy átmásztáljunk érte. Azt mondja, majd mindjárt lesz. Füttyentett egyet, elődött egy nagyszerű fehér kutya. A nyárgesen már rajta volt a pecskes kötéllel összekötött két csobá. Szájába adta a kutyának a kantálszárat. A borárát felkötötte a csobán kilire, másfél óra múlva már ott volt a két csobán borot lehetett montázni a pusztába. Munkaeszközzel a robbantáson, fúráson való kívül szerszámokkal ott a kubikus látta el magát. Talicska, ásó, lapát, csáká, esetleg fűrészha, olyan kanálisok voltak, ahol élőfák is beleestek. Ottan vagy vittünk egy keresztfűrészt, vagy vásároltunk ott a helyben egy keresztfűrészt, ezek voltak a szerszámai. A szentesi kubikusokról még a munkaadók, ha hallottak is, hogy hol vannak, érdeklődést, még levéllel is megkerestek bennünket. A szentesi kubikusok bármerre mentek, ameddig a magyar szemkorona határai tartoztak, mindenütt megbecsült emberek voltak a munkájuk után.